A Szent István Művelődési Ház meghívására Bakony István irodalomtörténész moderálásával Székesfehérváron is bemutatta Vers énekmondó című kötetét Török Máté, aki a Misztrál Együttes alapító tagjaként, fotográfusként és a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíj programjának ösztöndíjasaként 3 esztendei kutatómunkával megszólította azokat az énekmondókat és verséneklőket, akik évtizedek óta sokat tettek azért, hogy ez a különleges műfaj újra meghonosodjék hazánkban, illetve a Kárpát-medence magyar lakta területein. Török Mátét elsősorban a Misztrál Együttes révén ismeri a fehérvári, és nem csak a fehérvári, hanem az országos közönség is, sőt azt hiszem a határainkon túl is. Most új arcáról mutatkozott be, ugyanis 23 olyan interjút tartalmaz ez a kötet, amelyben énekmondók, vers, megzenésítők, verséneklők szerepelnek. A legnevesebbek, akik ebben a műfajban, én azt hiszem, maradandót alkottak. A míves kötet előszavában Török Máté úgy fogalmaz, hogy bár sokan és sokféle módon vallják hivatásuknak a versek és a szövegek által meghívott dallamok közvetítését, de talán pont ez a sokszínűség az egyik oka annak, hogy nehezen definiálható a stílusuk. Az ötlet az alapvetően onnan jött, hogy verséneklőként én magam is kutattam a helyét ennek a műfajnak, illetve azt is, hogy műfaj-e egyáltalán. Hova lehet helyezni magát a verséneklést, és arra gondoltam már korábban, hogy beszélgessünk erről azokkal a pályatársakkal, akik ezt korábban elkezdték, és jött a lehetőség, hogy ezt meg is tehettem. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíját elnyertem 2020-ban, és itt pont ezt a programot szerettem volna végigjárni, aminek a végén ez a kötet most megjelenhetett. A bensőséges hangulatú diskurzusban felvetődött a kérdés, hogy a felgyorsult világban teszünk-e eleget azért, hogy megismerjük a mai kortárs közvetítőket, a mai kor históriásait és a versekben rejlő dallamok megkeresőit. A válasz nem egyértelmű, ugyanakkor a kötet ebben is bizonyosan segítségünkre lesz.